Hát az első 15-20 percben egy kicsit tompábban kezdtünk, de aztán átvettük a játék irányítását. Úgy gondolom, hogy elég sok szép helyzetet dolgoztunk ki, amiből 6-ot sikerült értékesíteni. A játék minden elemében szerintem fölülmúltuk a jászberényi csapatot, megérdemelten tartottuk itt a 3 pontot, és még reményünk van arra, hogy bent tudjunk maradni az NB3-ba. Hát először is a ellenfél csapatának gratulálok. Minden elemében felőrölt bennünket. Nagyon szomorú vagyok, mert féltem az egésztől. Tudom, hogy nálunk most nem jó helyzetek uralkodnak, tehát új csapat építésébe kell fognunk, mert azért ez a fél év megbizonyította azt, hogy csak hirtelen mély vízbe beledobni a utánpótláskorú játékosainkat nem lehet. Egyet-egyet egy jobb csapatba be lehet építeni, de az, hogy 17 meccs alatt 3 pontot szereztünk, ez azért nagyon csúfos egy 30-es városnak az életébe. Hát, hogy értékelem, ez értékelhetetlen volt. Egyetlen egy dolognak örültem, hogy tényleg jó szó az, hogy becsületgólt, megszereztük a becsületgólunkat. Igaz, hogy kaptunk 6-ot, de most ennek is kell örülni. Úgyhogy mi örülünk annak, hogy az NB3-as tagságunk megmaradt, de biztos, hogy nagyon egész más munkát kell csinálnunk, más csapat összeállítást, tehát újraépítkeznünk kell ahhoz, hogy legalábbis egy jó NB3-as középcsapat tudjunk maradni. Gratulálok az ellenfélnek!